Mai vendégem Kunos László, József Attila Díjas műfordító, szerkesztő, egyetemi tanára, aki 2020-ig a Korvina kiadó igazgatója volt, most pedig a Líra csoport non-fiction tanácsadó, hogy ez mi arról majd beszélünk egy kicsit, és egyébként angol, svéd, dán és norvég nyelvből fordít, Ibsen, Strindberg, Bergman, Perlulof Enquist, Jonas Jonasson és legújabban pedig Karl Uwe műveinek fordítója. Ezt a könyvet, amiről beszélgetünk azonban, nem te fordítottad, hanem német Anikó, Anna Mária és Szepes András, te szaklektorként vettél részt ebben a munkában. Ez pontosan mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan Könyv, amit a kiadónak egy nagyon rövid idő alatt kell előállítania magyarul. Ez köti a szerződés, és ezért a kiadó igazgatója ketté vágta a könyvet, mert nagyon terjedelmes, és két fordítónak adta ki egyszerre, első felét, második felét. Tehát eleve adódott egy olyan feladat, hogy ezt a két fordító munkáját össze kell fésülni, össze kell simítani, hogy minden, tehát ne tűnjön föl, hogy ezt két ember fordította. Azon kívül megkért arra a hagyományos feladatra is, hogy legyek bizonyos értelemben a kontrollszerkesztője, szerkesztője olyan értelemben is, hogy az egész szövegre figyeljek, hogy az jó működjön plusz, igénybe vette, a, hogy úgy mondjam, az angolos, vagy arra gondolt, hogy az angolos múltam is fontos ebben az esetben, hogy ugye ez egy mélyen angol könyv, rengeteg helyszín, szereplő, intézmény szerepel benne, tehát nagyon fontos, hogy ezeket pontosan és a helyükön legyenek lefordítva. Ja, azért jó, hogy ketten beszélgetettünk erről a könyvről, mert ez tulajdonképpen minden minőségedet érinti, tehát Igen. fordítóként is, szerkesztőként is, illetve könyvkiadóként is Igen. tudunk beszélni, hiszen egy bestsellerről van szó, Igen. ráadásul egy non-fiction bestsellerről, az tényirodalmi könyvről. Először talán egy kicsit erről beszélgessünk, de még mielőtt konkrétan a könyvről beszélnek, azért megkérdezném, hogy mit csinál egy ilyen tényirodalmi vagy non-fiction tanácsadó? Ö, figyeli a, az, hogy mi történik a világban, ez egy nagyon nehezen definiálható dolog. Amúgy is a non-fiction kategória bizonyos értelemben én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy bonyolultabb és nehezebb műfaj, mert ö, nem, a, nem a képzeletet célozza meg, hanem a tudást bizonyos szempontból, az információ tömeget, és valahogy nehezebb felmérni az embernek az, hogy mire van igény. Tehát, hogy mi az, ami. Itt van egy nagyon finom határ a, a közérthetőség és a és a annál magasabb szakszínvonal vagy a tudományos színvonal között. És a non-fiction kiadó a hagyományos értelemben ezt a, köz, a közérthető, tehát a, a világ, a tudomány, a mindenfajta disziplina, a földrajztól kezdve az egészségen át, tehát minden témában azokat kell megtalálni, amelyek fontosak, közérthetőek, újdonságok, és hát Nekem pillanatnyilag az a feladatom, hogy ha bármi ilyet látok a világban, azt ajánljam a kiadói csoport kiadóinak kiadásra. Ugye, ráadásul ez a könyv, a, meg ugye általában az életrajz, az egy ilyen furcsa határterület, mert Hattosan. vannak irodalmi életrajzok, amire azt mondjuk, hogy ez regény, van ami tudomány, hiszen a történettudománynak valami forrásmunkája, és van ez az átmeneti ahol tulajdonképpen a legjobb életrajzok vannak, ami minden egyszerre, de mégis egyik sem, és hát ezekből lesznek bestsellerek. Ugye ez a könyv, a tartalék, Sper, erre nyugodtan mondhatjuk, hogy ez világszinten is egy óriási bestseller, már több rekordot megdöntött. Azt mondta a kiadó Penguin Random House-nak az ügyvezető igazgatója, hogy amennyire tudjuk, csak azok a, azokat a könyveket adták el nagyobb példányszámban az első napon, amelyikben a második Harry szerepel, az Harry Potter. Ja. Tehát, hogy Igen. ilyen indulása a könyvnek még nem nagyon Igen. volt. Ez a minden idők egyik leggyorsabban fogyó tényirodalmi könyve. Amikor januárban megjelent, akkor az első napon az Egyesült Királyságban, a Kanadában és az Egyesült Államokban 1,43 millió példányt értékesítettek belőle. Tehát majdnem másfél milliót Igen. magyarul beszélek, az első héten pedig 3,2 milliót. Tehát ez irgalmatlan nagy Igen. szám. Egyébként ezt a rekordot korábban Barakobamának az egyik könyve Igen. tartotta. Ez azt jelenti, hogy ez egy 36 dolláros könyv, persze engedményeket adnak, mondjuk nézzük azt, hogy 25% kedvezménnyel adják, úgy általában, Igen. az akkor is már az első héten 80 millió dollár, kb. 30 milliárd forint ez nagyjából a teljes magyar könyvpiacnak a, hát a kétharmada és a felek között lehet. Szóval ez egy, ez, hogy mondjam, már, már mint üzleti vállalkozás old, sem, old. sem akármi. Tudsz visszaemlékezni magyar könyvpiacon, mondjuk a Harry Potteren kívül mm. ekkor a sikerre? Vagy a, vagy a non-fiction belül? Nem. Nem. Tehát ilyen, ilyen, ilyen fókuszerejű, ilyen, ilyen sűrített sikere nem emlékszem vissza. Valószínűleg azért, mert a, ugye emögött a sikertörténet mögött, itt most rögtön két kérdést tettél föl, mert egyik a memoár műfajra vonatkozik, a másik pedig arra, hogy mitől sikeres épp a sok siker lehetőség közül éppen ez alatt. Hát jobban. ezt most szétszállazzuk. Ezt igen. Tehát ö, 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 azt gondolom, hogy nincs a... Tehát lehet, hogy az egyik oka az, hogy egyszerűen nincs egy ilyen fókuszpont a a, a magyar univerzumban, ami ekkora, ekkora sikert generálhatna. Mielőtt belemennénk a konkrét könyv sikerébe, egy, a, a, nézzük meg azt, hogy hogyan, hogyan történik ez, tehát hogyan, hogyan születik egy ilyen ilyen könyv. Tehát hogyan válasz kiadót egy, egy Harry Herceg e, szintű szerző, ha van még rajta Igen. kívül ilyen. Tehát, hogy ki dönt ilyenkor a jogokról, a marketingről, mm. a, a, egy könyvkiadó keresi meg, vagy ő versenyezteti esetleg a kiadókat? Tehát ki diktál például ilyen? Én azt gondolom, hogy ez egy, hát végső soron a szerző, de azt gondolom, hogy itt a szerző, miközben természetesen egy, egyénről van szó, vagy emberről, egy egész gépezetet. Ügyvédek tett. hadát képzeljük mögé? Hát egy csapatot. Tehát valószínűleg egy csapatot ő, és ez egyébként a egész életére és a könyvtörténetére is vonatkozik, tehát hogy miközben ő egyedül áll, szem, áll a porondon, amögött egy nagyon alaposan megtervezett kampányról van szó. Már csak azért is, mert ilyen pénzek forognak kockán, amit most itt mondtál az előbb. Tehát, hogy ezt nagyon meg kell gondolni, nagyon ki kell számolni, ki kell dekázni. Tehát valószínűleg. A, miközben ő mondja ki a döntést, valószínűleg nem nagyon van mozgástér, mert a, a vállalkozás mérete az már berakja, tehát hogy csak a legnagyobb kiadók az angol száz világban, akik a egész globális terjesztésben jól működnek. Tehát itt valamilyen koncentráció van, és a kiadói világ ilyen is egyébként. Igen, hiszen nem beszéltünk arról, hogy ez a siker, amiről beszéltünk, ez csak az angol száz, és van. ugye most jelennek meg sorban Így van. A, a nemzeti nyelvi verziók. Nemrég voltam Olaszországban, ott most vannak tele a kérakatok ezzel a könyvvel, de hamarosan Magyarországon is, amikor ezt uh, már hallgathatják, Igen. akkor éppen már megjelent. Uh, sz szóval ez, ez azt jelenti, hogy az egész világot ilyenkor kontrollálni kell. Pontosan, -e? ez olyan, mint egy hadművelet. Tehát egy, ö, 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 aminek az egyik része a, a saját nyelvű közeg, ami hát óriási, de ezzel párhuzamosan és szinte az első pillanattól kezdve megindul a nyelvi változatoknak a, 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 a az előállítási folyamata, és itt ez az, amiben a magyar kiadó is bekapcsolódott. Tehát, Sőt, ugye még mielőtt könyv lett volna, már be kell kapcsolódni. Hogy be, hogy hiszen be. Be. itt a kiadó, aki tudja, hogy meg fogja jelentetni Igen. angol nyelven ezt a várható beszélet, az már mielőtt fel tudna mutatni szövegrészletet, megversenyezteti Pontosan. a nemzeti Pontosan. kiadók számára. Tehát a Korvina kiadónak már akkor be kellett szállni egy versenybe, mikor azt se lehetett tudni, hogy pontosan miről fog szólni ez pontosan, a Pontosan, pontosan. Hát valamennyit persze lehet. Annyi információ volt, hogy Harry Herceg életműve. Harry Herceg életműve, de hogy itt, itt ez a hadművelet, ez kicsit azért is használom ezt a szót, mert tulajdonképpen hasonlít a valódi hadművelekre, hogy a fölkészülési időszakban nincs nyilvánosság. Tehát azt nem, azt nem tudjuk, és akkor nem tudtuk évekkel ezelőtt. Hogy ez a folyamat már folyik. Tehát a könyv megírásának a folyamata folyik. Tehát eljut egy pillanatig, és ez általában akkor van, amikor a kézirat nagyjából elkészül, amikor beindul ez a másik gépezet, hogy az előállított terméknek az értékesítése. És itt lesz nagyon fontos az angol százvilág, és itt ennek egyik leágazása az, hogy el kell adni az összes fontos többi nyelven is. És ahogy ezen gondolkodtam, arra az jutott hogy teszem hogy tulajdonképpen itt két termék van, és bizonyos értelemben nem ugyanaz, és versenyeznek is egymással. Egyrészt a tartalék című könyv, ami a kiadónak a terméke, másrészt pedig ott van maga Harry, aki hát saját magát árulja, és az ő szempontjából ez egy lépcsőfok a sok közül, mert itt Netflix sorozatot láttunk, meg mindenféle Spotify-ból származó bevételeket, különböző interjúkban megjelenés, ami, amiért nyilván még ott is jár pénz. Szóval van egy üzleti birodalom mögötte, amit egyébként meglepetésemre egy milliárd dollár értékűnek tekintik ezt a házaspárt ami hát azért nem kevés. Igen. És ehhez képest az, hogy ő 20 millió dollárt kapott, eh, nem is tudom, hogy az előleg volt-e, vagy pedig ez a, mm. a szerzői honorárium, az nem is olyan sok ehhez az egészhez Igen. képest. Tehát neki a következő lépést is kell nézni, míg a kiadónak az a dolga, hogy ezt az egész világon minél nagyobb példányszámban Így van. értékesíteni Így van. tudja. Tehát ott belül is lehetnek komoly tárgyalások ilyen. Vagyis azt azzal kell szembenéznünk, és ez azért nagyon érdekes, mert arra mutat rá, hogy ez egy olyan üzleti tevékenység, ami élethossziglan folyik. Tehát a királyi család és az angol, egyáltalán az angol uralkodóház és a mai története is arról szól, hogy folyamatosan jelen vannak a világban valamilyen megnyilvánulási formában. Tehát igazából ez csak a könyvkiadóknak egy új mozzanat. Ők, ő nekik ez egy lépcsőfok, egy ilyen szinte azt kell, hogy mondjam, hogy születéstől halálig tartó folyamatban, hogy ebben a az örökös, tehát a nyilvánosság előtti szereplésnek most ez egy érdekes új fejezete, amilyen eddig még nem volt. De a nyilvánosság előtt ez mindig volt. Tehát ez majd erről Én Az az érdekes, hogy a brit nyilvánosság előtt, ugye nyilvánvalóan mm. nagyon, de az, hogy ez világszerte ekkora mm. érdeklődésre tart számot, az talán tényleg az utolsó évtized, hogy, hogy úgy ennyire figyelünk rájuk. Még... Igen. Bocsánat, csak azt akarom mondani, hogy nekem az az nagyon érdekes ilyen most közvetlen tapasztalatom, mert én sem voltam ebbe benne eddig, hogy nem tudok úgy beszélni senkivel, baráti kör, közvetlen környezet, kiadói világ, hogy azonnal meg egy olyan reakciót kapjak, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, mindenkinek véleménye van róla, sőt, mindenkinek érzelmileg színezett ö, ö, állásfoglalása van, tehát és ebbe tényleg mindenki, tehát átolzék, mindenki beletartozik, ami nagyon érdekesen jelzi, és ez itt Magyarországon, hogy a, hogy a brit királyi család egy ilyen univerzális fenomén, tehát bizonyos értelemben most idézőjelben mondom, a mi uralkodó családunk is. Hát ez látszott ugye Erzsébet királynő halála után, Igen. hogy ott az uralkodót gyászolta benne a világ, a, a köztársaságban élő Pontosan. nagyobbik része Pontosan. is a világnak. Pontosan. Pontosan. Még mielőtt belemennénk az, hogy ez mitől, mitől működik, még egy ilyen technikai kérdésem lenne, hogy hogy Ilyenkor mondjuk a magyar Korvina kiadó, az kivel szerződik egy Henry Charles Albert David of Wales nevű szerzőve, vagy pedig egy ügynökség van mögötte? Ügynökség van természetesen mögötte, tehát ugye ez az óriási angol amerikai kiadói konglomerátum, a Penguin Random House-nak erre van egy külön csapata, amelyik, amelyik ezt a folyamatot szervezi, tehát hogy árusítja a világot. Ezért a szerzőjogok az övé, tehát ott valahogy Abszolv. a szerződésben mindenem? Csak azért mondom, mert hogy én is korvinás szerzők, és akkor lett egy ilyen kollégám. Tehát... Igen, igen, igen. És akkor egy, egy, egy ilyen nagyon bonyolult gépezet van, és ennél a könyvnél, tehát ugye minél, minél több pénzről van szó. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog. Annál bonyolultabbak a, a, tehát egyrészt, annál drágább, a jogokat megszerezni, másrészt, annál bonyolultabb utána a munkát megkezdeni, mert ez a ennek a ennek az egész akciónak van egy ilyen időzítési aspektusa is. Tehát, ahogy az angol kiadást is precízen megmondják előre, hogy melyik nap fog megjelenni, és hihetetlenül fontos, hogy lehetőleg egy órával korábban se szivárogjon ki semmi információ, mert bármi előre kiszivárog, az rontja a. A most Most egyébként volt ilyen szivárgás volt. a spanyol ez, verzió. Így. De azt hiszem, hogy két nappal a, igen. a bemutató be, előtt. Be, és én az ember sose tudja eldönteni, van. hogy ez most egy szándékos szivárogtatás, vagy, vagy sem. Ja. Mert Olyan az is lehet akár a ja, képzet része. Hát jó, mindenki pénzt akar keresni, és nyilván aki szivárogtat, az is akkor jut valami fajta előnyhöz. Ennek ad az az érdekességen állunk, hogy a, akik részt vettek, kiadói oldalról a magyar kiadás munkálataiban, tehát a fordítók, szerkesztők, tehát összesen öt ember. Hát az egy ilyen nagyon bonyolult titkosítási jelszó sorozat. Meg titoktartási, nyilatkozattal, titoktartási nyilatkozattal. nyilatkozattal jutottunk egyáltalán ahhoz hozzá, hogy, a, hogy elolvashassuk a kéziratot. és utána. Itt nem dolgozása. is volt papírverzió, nem egy, nem volt. egy képernyőn nézett. lehetett, és az szigorúan védve volt mindenfajta letöltés, másolás és egyéb ellen. Ö, de még nem jutottunk el odáig a történetben, hogy már fordítani kelljen, hanem ezt meg kell írni először. Tehát, Így van. A kiadó, a, a, a Penguin Random House szerződik Harry Herceggel, és utána keresnek valakit, aki hát tulajdonképpen az ennek az egyik szerzője Henry mellett, vagy a szerzője, a szellemíró. Igen. Ki ilyenkor a szellemírót? Hozza magával Harry, vagy a kiadó, vagy a közös döntés? Szerintem ez a bizonyos megfoghatatlan csapat amiben mindenféle szakértő van, tehát nyilván olyan is van, aki, akit tájékozott a virudalmi világban. És ugye en, ennek a, ennél a könyvvel kapcsolatban lehet, most már lehet tudni, hogy egy olyan professzionális amerikai író áll a legnagyobb mértékben mögötte, amelyikről lehetett tudni, hogy ebben a műfajban már tapasztalata van és sikerei vannak. Igen, ő nem egy tipikus szellemíró, nem. itt ugye G.R. Möringer, vagy magyarosan Möringernek igen, mondanám igen, el, igen. a szerző, aki ugye, a, a, az igazi, vagy a tipikus szellemíró, az láthatatlan, aki mások nevében ír, nem tudunk róla semmit, ami azt jelenti, hogy az ambíciója is nyilván más, tehát ő nem szerzőként akar ismert lenni, de ő kivétel, Így ő, ő íróként lett először ismert írt egy... Hát egy, ez a Tender Bar nevű Pontosan. könyv, Igen. amiből egyébként filmkésző George Clooney rendezésében benneflek főszereplésé. Tehát volt, elindult egy mondjuk így egy sikeres írói pálya, és aztán lett belőle szellemíró, de olyan szellemiről tudjuk, de Ő írt az Agassi Én életrajzi van. könyvet, ami azért érdekes, mert ez nem egy sportoló könyv, vagy nem csak az, hanem hát egy, egy mélyen lelkizős ilyen önéletrajzi könyv, de valószínűleg ezért esett rá a hát már, már szinte definiáltad is a, 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 Harry Herceg könyvét, ami szintén nem egy hagyományos, hogy mondjam, nem egy királyfi pályája, hanem egy, hanem egy igazi, valódi életrajzi regény, és az fontos róla tudni, hogy ő a saját könyve, ez a Tenderbar, amiből a film is készült, az is egy memoár. Tulajdonképpen egy önéletrajz, és abban is, meg az Agassziban is lehet róla tudni, hogy ez egy finom, érzékeny, jó írói, írói tehetséggel megáldott ember, aki mögött egy hasonló életpálya állt. Ez a tenderbár is arról szól, hogy egy, egy félárva, tulajdonképpen magára hagyott gyerek, mégis hogy, hogy épül föl, hogy nő fel, hogy lesz belőle teljes ember a világban, hogy, hogy talál magára. És ez, azt gondolom, hogy borzasztó fontos ez a felismerés, tehát a, a rokon helyzet és az erre való érzékenység, hogy, hogy ez megvan benne. Némán valami, ez valahogy úgy történt, hogy aztán leültek egymással, és kiderült, Így. hogy van-e kémia, vagy nincs. Mit csinál tulajdonképpen egy jó szellemíró? Ő egy, egy riporter, aki kiszedi az információt, vagy egy serpa, aki felviszi együtt a, a, a hegycsúcsra a szerzőt, vagy egy pszichológus, aki segít, hogy kimondjon dolgokat, vagy egyszerűen egy stilista, aki meg tudja fogalmazni, vagy egy jó dramaturg. Szóval, ez mindez egyszerre. Mi, a, mi az erőssége? Szerintem ö, érintetted a legfontosabbakat. Én leginkább egy jó terapeut, pszichoterapeutához hasonlítanám, aki kérdez és hallgat. Tehát felteszem, hogy itt hónapokon, vagy nem tudom hány, mennyi időn keresztül, beszéltette a herit. Tehát egyszerűen magá, megismerte az anyagot. Minden részletét ennek az érdekes életpályának, és persze, hogyha a Harry, herivel beszélget, akkor közben a karaktert is megismeri. Megismeri az ő viszonyát azokhoz az élethelyzetekhez, amiről szó van, az indulatait, az érzelmeit, stb. stb. És amikor nagy, és azt gondolom, hogy amikor megismerkedett, tehát amikor elég anyag van már, ami, amit tud, akkor jön elő az a fajta írói képesség, hogy hogy lehet ebből az anyagból egy jó könyvet írni. Ez, a, ez az igazi egy szakma. Több, többféle truváj van. Az egyik, Nem. ami nekem nagyon tanulságos volt, hogy Önazonos marad a szöveg már, amennyire az embernek vannak élményei Eri Hercegről interjú Igen. helyzetekben, tehát hogy nem csinál belőle egy, egy, egy ilyen bölcs, visszatekintő, művelt narrátort, mert egyszerűen lebukna, vagy, vagy ha nem is lebukna, de hát ne, életidegen lenne. Tehát, hogy megmarad egy, egy felületesen művel, de mélyen érző figura beszél Igen. ebben a, a könyvben. Elhisszük neki, hogy... Hogy itt történt... Te például elhitted neki, hogy ez akár Harry is lehet? Abszolút, abszolút elhittem, és sőt, úgy is olvastam, hogy ez ő, ezt ő mondja. Öm, azt gondolom, hogy itt történt egy érdekes közegváltás. Tehát miközben a heri élete a nyilvánosság előtt lényegében ebben a bulvár közegben zajlik, most ezzel a könyvvel ő egy kicsit átlépett egy másik közegbe. Tehát egy, 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 egy Igényesebb, mélyebben elemző, mélyebben értő, irodalmilag jobban megformált közegbe. Lehet, hogy ez is része, persze ez is része a történetnek, hogy ő, ő abból a bulvár közegből ki akart menekülni, mert úgy érezte, hogy az, az ott egy szenvedés az élete. És valahol ahhoz, hogy igazán el tudja mondani, ahhoz neki egy ilyen komolyabb. Komolyabb nekifutás kell, amit itt megkapott. Én belelapoztam az angol ö, verzióba is, és nyilván van sokkal kevésbé van erre érzéken, mint neked, de nekem azt tűnt hogy hogy ez nem egy ilyen, hogy mondjam, itani angolság, vagy egy ilyen ö, pos, ö, hanem, hanem egyszerre kicsit brit, de kicsit amerikai is. Tehát, hogy mint hogyha a közönséget lőnék be, de úgy, hogy még hiteles is legyen. Valószínűleg emögött a, a heri személyiségének a hitelessége van, hiszen azokból a végtelen sok beszélgetésből nyilván ezt szűrte le a, a, a szellemíró, vagy a, vagy a partneríró, hogy, hogy ez egy milyen karakter, mi az, ami ami, jól, ami, ami, hitelesen azonos vele. Tehát elképesztő végletek vannak a könyvben, de azért, a, hogy előre bocsássam ezt a véleményemet, amit hát ezek szerint te is osztol, hogy ő egy... Egy, ő nem egy intellektuális típus, tehát ő egy, Ezt meg is mondja. Ezt meg is mondja magáról, el is meséli, hogy ő nem, nem szerette a nehéz tárgyakat az iskolában, meg ő igazából akármilyen jó iskolákban járt, mindenhol a sportban tűnt ki, meg a gyakorlatias dolgokban, könyveket nem nagyon olvas, és így tovább. Viszont az is nagyon átjön a könyvből, hogy mik azok a kevés mi az a kevés élethelyzet, amikor ő tényleg jól érzi magát. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy mikor idézőjelben boldog ez az ember. És ez nagyon kevés van ebben a könyvben. Nem tudom, hogy mennyit lehet nekünk itt előre elmondani ebből. ebből. Mennyit lehet, mert úgyis lehettek egy csomó poént, de majd erős de, de hogy mondjuk azt, az nagyon érdekes, hogy miután végig hát küszködi az iskoláit, ugye, és, és, nagy nehezen elvégzi, persze ebben a legjobb iskolák benne vannak, és eljut az érettségig, akkor utána azt mondja a család, hogy hát ilyenkor kell egy egy, egy éves kihagyás, amikor valami gyakorlati, tehát nem megy tovább tanulni ide-oda-amoda, hanem csináljon valami gyakorlati dolgot és két dolgot találnak ki. Az egyik az, hogy Ausztráliába töltsön valamennyi időt, a másik az, hogy Afrikában. És Ausztráliában a családnak egy nagyon-nagyon távoli ismerőse, aki a világ végén egy, egy gazdálkodó család, akik, akik egy guját tartanak. Tehát tehenek, és, és, a, és, azt kell mondanom, hogy cowboyok. Tehát, hogy edek, és, és akkor a, ott az ő dolga az, hogy egy ugye egy hagyományos magyar szóval egy bojtár lesz. Egy bojtár lesz, egy gulyás bolytár. akinek az a dolga, hogy reggeltől estig az egyik nagy fiú mellett ül egy lovon, és hajkurássza a elkóborló terneket a pusztaságban. Sehol egy ember, semmi más követelmény nincs, és egyszer csak az Harry azt találja magában, hogy ez neki nagyon tetszik, itt nagyon jól érzi magát. Tehát a kontraszt nagyon erős, tehát egyrészt, hogy nem, nincs az, hogy, hogy állandóan fotósok próbálják őt lefotózni itt meg ott, hanem, hanem valami primér, egyszerű dolgot csinál, szeret lovagolni, szeret, szereti ezt a dolgot, a kézzelfoghatóságát, össze, nagyon összebarátkozik ezzel a családnak, ezzel a nagyfiújával, aki megtanítja arra, hogy hogy kell bánni ezekkel a tehenekkel. De érdekes módon, és ez valószínűleg a, a, a társíró jó fülét is bizonyítja, hogy azért például elábrándozik azon, hogy milyen érdekes, hogy az ausztrál angol nyelv, de hány olyan érdekes kifejezés van, ami egyébként a brit vagy az amerikai angolban ismeretlen, és akkor erről van egy pici passzus, hogy ezt így mondják, azt úgy mondják, és ezen úgy egy pillanatra elmerenk. Tehát, hogy azért ez is ott van, hogy, 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 hogy ez a bonyolult. Tehát egyáltalán, hogy ez a, ez a jackaroo, úgy hívják, ez is egy asztrál szó, ezt sehol máshol nem ismerik, hogy ezt a ez a feladat, hogy valaki egy segéd, segéd És akkor a, a könyvben, hát ugye a másik, az egy sokkal fontosabb epizód vagy rész, mert ugye az egy sokkal nagyobb, egy majdnem tíz éves életszakaszt ölel át, ez a katonaság. És a katonaság, az a, ott vannak olyan pillanatok, amikor a Harry úgy érzi, hogy a helyén van. Tehát, hogy szívesen csinálja, jól csinálja, hajtja is valami előre nekem is, mint, hogy mondjam, olvasónak, és aki, aki azért a bennemben, a közegben élem az életemet, ez egy nagyon ér jó élmény volt, egy olyan hiteles portrét kapni egy emberről, aki élvezi, és tudja, hogy miért katonáskodik, és, és ez egy pozitív szerep. Nagyon jól szerkesztett könyves, tehát ez a másik titka a, a, a szellemírónak, hogy ki tud merevíteni pillanatokat, de nagyon erősen kezdődik, ahogy ott várja Pontosan. ugye a, a, a most a hírekben szereplő Frogmore Cottage parkjában, Így van. várja az apját és a bátyját a nagypapa temetése után, hogy megbeszéljék, hát Így hogy van. hogyan tovább, hogy, Így van. Hogy, hogy mi az ő pozíciója a családban, meg a feszültségeket kibeszéljék, ami nem, nem is nagyon sikerül, szóval eb ebben a jelenetben megindokolja az egészet, hogy miért mondom el, hogy én vagyok Henry. Tehát ugye ezeket a nyilván egy interjúban vagy egy beszélgetés közben félmondatokból összeálló képből pontosan tudta pontosan. a szellemírő, hogy mit kell oda tenni pontosan. az elejére, és ez igaz a végére, amikor elenged egy madarat, és ott a szabadságról elmékedik. Szóval, hogy pontosan. hogy itt nem elég jól írni, meg nem elég úgy írni, hogy hiteles legyen, legyen, hanem hanem meg kell találni ezeket a dramaturgiai Így van, pontokat. Tehát egy... ezt te, mint dramaturg is tudtad értékelni, abszolút, gondolom. Abszolút. Tehát az első, és az, az, amit említsz, ez a nyitófejezet, ez egy, egy, tulajdonképpen egy előhang, tehát nem, egy, nem része magának a könyvnek, de mégis rögtön éreztem, a tényleg az első öt oldalt után, hogy itt, itt egy abszolút profi dolgozik, tehát aki képes ebből a hatalmas tömegű információból kiválasztani egy pici jelenetet, amiben összesűrűsödik a könyv lényege. Tehát a... Mert ugye, és, és ez mindegy néhány mondatban. Tehát ott sétálgat fel alá a láparkban Egyrészt ott vagyunk vele. A lába alatt és körülötte ott a földben, ott van a múltja, a királyok, el, el, kercegnők, stb. Királyok, stb. 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 Tehát rögtön azt is tudjuk, hogy ez nem akárki, és hogy nem akármilyen kertben vagy, vagy parkban lépeget. Ott van benne az, hogy meghalt a papa. ott van az, hogy várja a testvérét és az apját, ott van az, hogy megváratják. Tehát nem jönnek időben. Tehát ez is ott van. Tehát ez az összes konfliktus, ami a könyvben aztán kibomlik, piciben megjelenik. Meg, hogy egy kicsit összeesküdve ellene érkeznek közösen, ők így már van. valamit megbeszéltek. Így van. Aztán ott van az, hogy elkezdenek társalogni felületes dolgokról. Tehát ez, ez is nagyon-nagyon jellemző. Nagyon jellemző. És amikor végre nagy nehezen rátérnek a lényegre, mert ugye azért akartak így titokban találkozni, kihasználva a különleges alkalmat, hogy hogy tisztázzák ezt az ő, mert ugye akkor ő már elment. Ez már az ő látványos kivonulása után van. És amikor el, megpróbálja elmagyarázni, akkor arra döbben rá hirtelen, hogy ezek az emberek nem értik. Hát tulajdonképpen nem tudják, hogy ő miért ment el. És akkor azt gondolja magába, hogy hát akkor muszáj elmondanom nekik. És kész. Itt véget ér a fejezet, és ez egy tökéletes felütés, mert attól kezdve tudjuk, hogy erről van szó, hogy el akarja mondani azt, amit róla nem tud sem az apja, sem a testvére, és a, hogy mondja, maga a világ sem. De egy ilyen könyvnek két élete van. Egyrészt van az a, az, az élet, amit a elolvasták, és az ő fejükben lesz a, ennek egy hatása, gondolkodnak rajta, meg van, ami a sajtóban lényegében ettől függetlenül zajlik, mert a legszaftosabb részletek kiragadva, felnagyítva, már a megjelenés pillanatában, sőt, két nap korábban már, már megjelentek. Ezek olvasva jóval kevésbé durvának tűnik, amikor olvassuk a északi sarki jelenettől kezdve. Szóval, hogy amikor te ezt olvastad, most valószínűleg te vagy ma e pillanatig, mert még nincs a boltokban a könyv, aki a legjobban ismered ezt a Igen. szöveget magyar nyelven. Tehát te azoknál a részeknél kaptad fel a fejed, amiről aztán a sajtó botrányáduzatva írt, egyáltalán, vagy több más? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ö, ez nem is egy olyan könyv, nem is úgy olvastam, mint ahol az ember fölkapja a fejét, hanem, ö, hanem ö, meg kell, hogy mondjam, hogy empátiával követtem végig ennek. Hát mint egy jó memoár általában megpróbál valamilyen empátiát ébreszteni az olvasóban, ez itt sikerült is. Viszont szembesültem vele, hogy valahányszor már munka közben, szerkesztés közben utána akartam nézni valaminek, hogy ez pontosan hogy is volt, vagy abban a jelenetben pontosan mit jelent az, hogy de ez lehet egy apró részlet is, egy szőnyeg, egy ruhadarab, egy... És felmentem az internetes oldalakra, akkor azt, azzal a furcsasággal szembesültem, vagy nem is furcsaság, hanem jelenség, hogy nincs olyan apró eleme a könyvnek, ami valahol a bulvár sajtóban már ne lett volna kiemelve, izekre szedve, és valamilyen fénytörésben a nyilvánosság elé rakva. Tehát ez egy, ez egy, döbbenetes dolog, hogy, hogy ezzel szembesülni. Egyébként én azt gondolom, hogy ennek a könyvnek ez az egyik legnagyobb érdeme az én szememben, hogy azt értjük meg belőle, hogy hogy működik ez a, az életnek ez a szerepe. Tehát a, a, mi a család funkciója, mi a, 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 hol vannak a határok a magánélet és a nyilvánosság között. Egyszerűen rávilágít ezekre a dolgokra. Igen, ez az én kérdésem, hogy miért működik, miért biztos, hogy ezt ennyien ér, kér, követik érdeklődéssel ezt a könyvet. Pusztán a plecska éjségünk, pusztán az, hogy a Windsor családra, uh -huh. mint fenoménra kíváncsiak vagyunk, vagy ezekre az élethelyzetekre, mert egy, ez leír egy... Diszfunkcionális családot, ahol nem beszélik ki a dolgokat, ahol még a gyász közben sem érintik meg egymást. Ez, ez az érdekes, vagy ez a, a egészen belül levő mese, amiben még benne van Diana, a gyász, az, hogy ebből ki lehet -e törni, és benne van a minket körülvevő, hát ez a, a, a médiának, vagy a bulvár médiának a a világa, mert hát ez egy vádirat is közben a, a búvársajtó sajtó ellen, miközben használja pontosan, a bulvár sajtót. Pontosan, pontosan. Ez a legizgalmasabb kérdés a könyvben, hogy tulajdonképpen azzal sem szembesülünk, hogy ez egy folyamatos, kezdet és vég nélküli valóságsó. Tehát, hogy a királyi családnak főként a, a mikorunkban ez az egyik alapvető funkciója, amikor már nincs valódi politikai hatalma, hogy, hogy megtestesít egy modellt egy társadalomban, amit egyrészt a társadalom kiemelés maga fölé helyez, tehát belerakja egy történelmi kontinuitásba, arisztokrácia, uralkodók, stb. De miután már hatalom nélkül van, inkább csak szimbolikus a ezért nagyjából úgy viselkednek az életben, mint ahogy a valóság sokban viselkednek a családok, és ezáltal olyan mértékben populálisan ö, nyitottá válnak, hogy mindenki azonosulni tud velük. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy nincs a társadalomnak olyan rétege, amelyik ne tudna hozzászólni, ez, ezzel kapcsolatos az én élményem is, hogy mindenkinek van véleménye, mert arról is lehet beszélni, hogy milyen cipő van rajta, hogy hogy öltözött fel, mit tudom én, milyen eseményre, Ugye a, a Megán ról az angol sajtó hosszasan, ö, hogy mondjam, pocskondiázta azért, mert amikor beült az autóba, azokba a szuper Royce-Royce-be, bentlikbe, akkor becsukta az ajtót. Képzeld el. Meg hogy nem tudott rendesen pukedlészni, az is. Az tudott, de az, hogy a saját kezével becsukja az ajtót. Hát, hogy ezen föl voltak háborodva, hogy hát ez, ez, egy, ez egy milyen primitív vizé, mert nem tudja, hogy azt a lakánynak kell becsukni, meg kinyitni. Tehát, hogy ebben a közegben is otthon vannak, de, vagy, vagy hogy mondjam, hozzánk szól, de persze fokozatosan az összes magasabb témában is. Tehát arról is... Véleményünk lehet, hogy milyen a viszony a szülők és a gyerekek között, vagy a testvérek között, vagy a, a szerelmi viszonyok, és így tovább. Tehát egy, egy elképesztően gazdag tárháza a leghétköznapibb témáknak, amelyikről mindenki bőségesen informálva van. És ráadásul ugye ennek a könyvnek a kapcsán, meg, meg az egész. Házaspárnak a, a viselkedése kapcsán mindenfélét összeírtak, hogy hát ez a monarchia vége, uh -huh. meg hogy micsoda árulás ez, és akkor szembesültem az, hogy ez már megtörtént. Amikor Diana Hercegnő írt könyvet, de akkor de ugyanezt de. mondták, és de a de. saját szenvedésére, depressziájáról, bulémiájáról írt, hát hogy ez, ilyet nem írhat de. le a királyi család egy tagja, de még Károlynak a tulajdonképpen a saját párválasztását magyarázó életrajzi könyvéről is ezt mondták. Akkor éppen Kamilla volt az a, az a szereplő, aki Igen. hát ide bejött kívülről a királyi családba és szétveri. Hát lényegében ugyanazokat írták 20 évvel ezelőtt a királyi család egyik szereplőjéről, mint most Meghan Tehát mint Tehát minthogyha lenne egy ilyen dramaturgia, ami időről időre megismétlődik, és aztán napirendre térnek, és keresik az új szereplőt, aki tehát ezzel tulajdonképpen ki is csinálnak. Így van, ebben is tulajdonképpen visszakanyarodhatok a valóságsó típusú ö, tévés műfajhoz, hogy az egy borzasztó nehéz műfaj, és az egyik aspektusa az, hogy ki az, aki elég ütésálló, ki az, aki képes végigben maradni, és elviseli ugye ezzel a helyzettel járó folyamatos figyelemnek a szenvedését, és ki az, aki nem bírja. És ugye minden valóságshowban mindig vannak szereplők, akik nem bírják. Akik itt ponton bedobják a törőködöt, és azt mondják, hogy nekem ebből elég volt, engem ne mutassanak a zuhanyozó alatt, stb. 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 és megpróbál kiszállni belőle. Na most a jó tévés műsorvezetők azt mondják, hogy oké, okay, de akkor is utána mennek. Na most itt is ezt látjuk, hogy vannak emberek, akik nehéz helyzetekben azt gondolják, hogy elég, ezt én nem bírom tovább, ez nem embernek való élet, kiszállok. Ez tulajdonképpen erről tört, tehát igazából... Miközben azért használja, tehát ez egy vádirat a sajtó ellen, ahol egyébként elég felületesen összekeveri a bulvársajtót, meg a, a, paparazzi fotósokat, igen, a... Igen. Attól a sajtótól, amiből ő él, akikhez ő elmegy beszélgetni és persze, eladja a történetét. Persze, persze. Tehát van benne egy ilyen persze, ö, persze. furcsa fénytörés is. Így van. A ja, végén azt kérdezném, hogy végül is mi ez a könyv? Egy önterápia, egy önigazolás, egy bosszú történet, hiszen végül is csúnya dolgokat is mond a családjáról. Pénzkereseti lehetőség a leválásnak a kulcsa, vagy mindez egyszerre? Számodra melyik inkább? Ö... Egyfelől azt mondom, hogy mindet egyszerre, tehát kétségtelen, hogy úgy száll ki a játékból, hogy benne marad. Ezt is megtudjuk a könyvből, mert egyszerűen szüksége van arra a jövedelemre, amit ő ebből a élethelyzetből generálni tud, és valószínűleg a jövőben is erről lesz szó. De közben egy kísérlet arra, hogy, hogy kiemelje abból a közegből, ahol ő általában vesztesként jön ki, és el tudja mondani a világnak, hogy ő nem az, tehát hogy ő nem olyan primitív, nem olyan bunkó, nem olyan kegyetlen, nem olyan stb. stb. Hanem, és azt mondja el, hogy én is olyan vagyok, mint ti. Miközben azt is bizonyítja, hogy én egyáltalán nem olyan. Persze. De nekem a könyv mégis inkább arról szól, hogy de igen, hogy, mert az, hogy nem olyan, azt ugye leggettől halljuk, de az, hogy pont olyan, mint mi, azt ritkán halljuk, és ezt most az ő, ő neki kellett elmondani. Én azt gondolom, hogy ettől nagyon érdekes. De január én jelent meg az angol verzió. Azóta már elkészült angolul a hangos könyv változat, amit ő maga narrált, tehát ő, ő olvassa föl. És jön a papír kötét, és a paperback kiadás, ahol felröppent az elmúlt napokban az a hír, vagy talán plegyka, hogy egy új fejezetet tervez hozzárakni oh. a könyv fogadtatása Aha. Ugye van miből, mert hogy a, ha jól tudom, egy 800 oldal volt eredetileg, és 400-ra lett húzva, ahogy, tehát hogy tulajdonképpen lehet ott még történet. Ez egy véget érhető történet, hmm. vagy eznek még na, újabb és na. újabb fejezeteit látni fog. Hát a, a Harry most idén lesz 39 éves. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy első kötet. A második kötet, az most kezdődik, de nem az írása, hanem az élés, a megélése. És, és hát látszik, hogy folyamatosan dolgozik rajta, Ugye a napokban volt ez, hogy egy, egy magyar származású híres pszichoterapeutának interjút adott Igen, a sajtóban. Máté Gábornak. Máté Gábornak és, ami megint hallatlanul érdekes, és megint nagyon távolra vezetne, ugyanis a, a pszichoterápia a világban, az ebben a könyvben egy érdekes téma. Ez egy érdekes téma, hogy csak egy epizódot mondjak, hogy van egy, egy epizód a könyvben, amit a vegén sajtó fölkapott. Az, amikor a összekap a bátyával, és tetlegességre kerül a sor, és a bátya őt ellöki, és ő elesik. És ez egy megrázó élmény, nem mondom végig az egészet, csak a lényeg, csak azt egy bozanatot akarom kiemelni, hogy amikor, amikor vége a jelenetnek, és, eltáll, és, ott marad egyedül ebben a lakásban, mert akkor nincs ott senki, azt érzi azt az elemi vágyat, ami valószínűleg mindannyiunkban megvan, hogy ezt el kell valakinek mondani. És a bátyja úgy ment el, hogy megkérte, hogy ezt a feleségének nem mondja el a melyiknek. És ott állt szegény, és akkor az jutott eszébe, hogy hát van egy terapeutája. És fölhívta a terapeutát, és elmondta. És segített neki, segített neki. Tehát nagyon érdekes ez, hogy, hogy, ha az ember távolból nézi ezt a, ezt a folyamatot, akkor, akkor tulajdonképpen azt kell még mondanom, hogy ez egy ősi történet, és, és azt mondja Jézus a Bibliában, hogy amikor megházasodsz, akkor elhagyod apádat és anyádat. Hát ez a könyv erről szól. Elhagyta apját, anyját, elhagyta a testvérét, a családját, és megházasodott. És, és egy lett a feleségével.